Tisztára mosva a hatalmas ipari edények, hamarosan kezdődik a nagy üzem a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. Konyhájában. A Tolnai Vármegye székhelyen működő oktatási és nevelési intézmények nagy része innen kapja az ebédet szeptembertől. Akkortól 4 óvodára, 5 általános és 4 középiskolára, a városi bölcsödére, az idősek otthonára, valamint nem önkormányzati fenntartású képzőhelyekre is főznek itt nap mint nap. Itt a diétás konyhán itt körülbelül 400 főre főzünk, bölcsödések, illetve az érzékeny ételallergiásokra főznek ebbe a konyhába. A nagy konyhába ott közel 3000 főre. Hát körülbelül ez a 3000, egy pár száz fő a stabil létszámunk, vagy az átlagos létszámunk, akikre főzünk. Nyáron 2 hétre leálltak ezen a konyhán. Ennyi idő alatt lehetőség volt kisebb karbantartási és felújítási munkák elvégzésére. Kéthetes leállás alatt tisztasági festés megtörtént, kisebb karbantartások, nyilván át kell nézni az eszközöket, hogy normálisan el lehessen indulni, tehát szeptemberben ne azzal kelljen küzdeni, hogy esetleg valami nem indul, vagy valaminek gondja van. Tehát ezekre ilyenkor van idő, ezekre a feladatokra. A Szekszárdi Közétkeztetési Kft.-nél tehát minden készen áll ahhoz, hogy szeptembertől naponta több 1000 adag ételt készítsenek el.